Dicsőség az Úr, halleluja! Folytatjuk a hitet. Alapogattuk, és még látom, hogy lesz. El is lehelyezte a szívemre, hogy a hitről tanítsuk, mert hitről, hitre minél többet halljunk, annál jobban megy be. És hát vannak ugye olyan igék is, amik elég kemények, azt mondja, hitetlen meghal. Hitetlenek megássák a maguk felvét. És én ezeket mindjárt Zsoltár 94.13-ban kezdeném, ami ezt írja, hogy nyugalmat adnak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlenek. Szóval a hitetlenek nagy kárba vannak, ugye? Mert egyszerűen, aki nem hisz Istenben, már elkárolódott. És ezt majd igével szeretném alátámasztani, hogy a hitnek milyen nagy súlya van. Hitre van minden rálapodva, még az üdvösségünk is. Odalapodok Ezékiel 33-ra, felolvasom nektek. Ezékiel 33-at. Halleluja, dicsőség az Úré. 33. fejezet, 11-es ige verse ezt mondja. Mert így szól az Úristen, bocsánat, ez nem volt az én láttam, hogy valami nem stimmel. Itt vagyok. Mondjad nékik, élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz útjaitokról, hiszen miért halnátok meg, ó Izrael háza? Szóval a hitetlenség az Úrnál egyenlő a kárhozattal. De több igényesetet leigazolja, amelyek a prédikátorokra, felolvasom nektek prédikátor 8.13-at, hogy mit ír erről, ő is ezekről ír. Prédikátor 8.13, olvasom, ezt mondja, hitetlenek pedig nem lesz jó dolga, és nem hosszabbítja meg az ő életét. Olyan lesz, mint az árnyék, mert nem rettegi az Istennek az arcát. Szóval a hitetlenek tud, aki mondja, hogy nem hiszek, meg nem érdekli semmit sem. Egy egészséges félsz az, Isten szeret bennünket. Ez olyan, mint az édesapák, ha visszavonnak. Hát szerettem őt, de hát én úgy kicsit tartottam is tőle, ha rossz dolgokat követtem. Ez teljesen normális, hiszen Isten is azt mondja, kit én szeretek, az megdolgáló. És ezért ír, figyeljétek, odalapodok a János evangéliumára, szeretnék felolvasni nektek, mert ő is ír ezekről a dolgokról. János evangélium 3. fejezet, 16-os igeverse, 16-18-ig. Olvasom. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesse, hanem örök élete legyen. Látod az örök élet? Hitre van költéve. Hitetleneknek esélyük sincsen, semmire se, hogy előző igéket mondtam. Mert nem azért küldte Isten a fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem üdvözüljön a világ által. Halleluja, dicsőség az Úré. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárolott, mivel nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez Úr Jézus Krisztus. Szóval de bármilyen hívőnek vagy bárkinek mondja magát, most nem mondjuk itt a különböző vallásokat, nem csalom föl, hogy is tudjátok, ahol defektes, és Jézus nem fogadják el, azok házfogadnak. Beszélhetnek ők akármilyen Jakve, bármiről beszélhetnek, Jézus, ha nincs elfogadva, nem hittel, nincs bent, akkor ők elkárhoztak. Ezt az ige mondja. Automatikusan nincsen üdvösség. Figyelj, mit ír a Jelenések 3.15? Jelenések 3.15. Mindjárt odalapodok és felolvasom nektek. Halleluja, dicsőség az Úré. 3.15, olvasom. Ezt írja. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem én, vagy a hideg volnál vagy én. Így, mivel nagy meleg vagy, sem hideg, sem én, kivetlek téged az én számból.
valamelyik fordítást kiköpnek. Ugyanaz csak itt finoman van a fordítás. Szóval nem lehet itt a langyos ajánlani Isten királyságába. Nem. Itt te figyelj, tüdet se, ha te szent szelleme betöltekeztél, vetted a tüdet, akkor tűzzel, mész és végzed a munkádat Isten királyságába. Langyosakat kiveti az Úr, mert sajnos nem tudja, mire használni őket. Efézus 1:3 magad alapodok, és szeretném felolvasni nektek. Efézus levelet, halleluja, dicsőség az Úrnak. Mindjárt ott vagyok. Halleluja. Efézus 1:13. És olvasom. Én mondok nekik valamit, mikor ebben én már régebben voltam, nagyon az ellenségnek, hogy lehúzzam. Még egy napot sem, még egy napot sem. De régebben volt, hogy ő kicsit úgy lerágatott, meg minden. Elő kellett venni a hitről ezeket a tanításokat. És én attól pezsgítem föl. Senki nem pezsgített föl, hanem ezeket elkezdtem olvasni a hitről, már nagyon rég kinyújtottam az igéket, nem mostanában végzem ezt. És már akkor az Úr a szívemre helyezte, hogy a hitről tanítsa. Mert ez turbó föl téged. Ha hited van, neked minden lehetséges, a kellettő jobb ide. Minden. Figyelj, amilyen jó. Ugye? Minden. És annak kell mindig nekünk munkálkodni, hogy a hitetlenséget lerombolnak benne. És ezt én nem tudom helyetted elvégezni, te se helyetted. Ez a hit nemes harca, ha tetszik, hanem mindjárt onnan meg kell vinni. Minél jobban megvitad, mint Jézus, Pál apostol, ugyanannak leszünk már. Sőt, mi nagyon csodákat fogunk tenni. Igaz, ezt mondja, hiszed, te nagyon csodákat fogsz tenni, minden mondta Jézus. Képzeld el, mi van nekünk elkészítve, el tudok képzelni, mert akkor már nagyon jó, el tudok képzelni. Brutális nagy dolgok is ezt akarok. Kulvárom tíz. De ez itt nélkül nem megy. Ezért beszélünk róla. Hit harcosai legyünk, anélkül ugye, ez a langyosság lesz itt, amit én is megolvastam. És én azt akarom, hogy figyelj le, hittel vegyük el, amit az Úr adott. Nem kükötelenünk. Hát minden lehetséges, hogy mit könyörögsz? Még könyörög én már. Hát megkaptam. Csak tőled a hitetlenség. Halleluja, dicsőség a Úr. Na, ezen munkálkodok én nagyon erősen magamban, és azt akarom, hogy ti is erősödjetek hitben, és azt mondja az egyik, igen, hitről hitre jutunk. Minél többet hallunk meg be. Nem a hülyeséget hallunk, nem a tévét meg, hanem erről hallunk. És hogy melyikben, melyik végző munkában benne az igen. Jó lesz ez, dicsőség az Úr. Hiszitek? Amen, halleluja, jó van. Figyelj, Efézus 1:13 ezt írja, akiben ti is minek utána hallottátok az igazságnak igényét. Üdvösségtek evangéliumát, amelyben hittetek is, nézd meg, már egy hitre van téve. Megpecsételtetek az ígéretet a Szent Szellemében. Megpecsételtetek. Ha neked jöhet akármi a hurikán, te majd ott fogsz állni. Mert téged nem vihetek. Szellemilagban pecsét van rajta. De nézd meg, ez nagyon védsétek be. Ez kell itt. El tudni nekünk, ezzel munkálkodni. Hegyeket fogjuk megmozgatni. Én ezt akarom. Ti is? Amen. Amen. Úgy is lesz. Úgy is lesz. Azért beszélünk erről. 2 Korintus 1.22 alapodok. Ha olyan jól volt, működnek az igéket. Mondom, mikor maga alatt voltam, régen volt. Erősettem az igéket, már ott fölbecsültem onnan. Jó, mondtam, te jó. Felrajtam múlik. Hát azért vagyunk, egymáson segítsünk. Valaki megcsúszva, kész, telepon, ott van imádkozunk. Takarodja meg ellenség. Ellenség tudom, mit csinál? Ellenül rá. Neki nem köt semmi másod, meg téged megkötöd. Hát megkötöd mindent, amit mi persze. De az első dolog ez. Ellenül rá, hogy semmi nem fog történni vele. Ez a langyulat, amit itt a jelenések könyve. De ebből neked kell kitörni. Persze segítséget kérjé, ahol láthatok tényleg ott van, mert kötelességünk segíteni. 2 Korintus levél. Jó. Ennyi, odébb megyek, 2 Korintus levél 1:22-t szeretném nektek felolvasni, ami azt mondja, aki el is pecsételt minket, és a szellemet, mint foglalót adta mi szíveinkbe. Amen, ott van a szívedben a szellem, ad a kell pecsételt. Pecsét van rajtunk az ellenvilágban. Ha hiszünk, meg vagyunk pecsételve. Semmi baj nem érhet téged.
stabos célődet, ott, ahol van lépten és nyomod. Minden egyes lépéseinkbe jött a pont. Amen. Halleluja! 2 Timóteus nem szereti az ilyeneket, az ellenséget. De mi se szeretjük őt. És mi alapból van, hogy őszes csapatban vagyunk, úgyhogy pórenőjünk van ám, de nagyon. Halleluja! Ott van, halleluja, dicsőség az Úr. 2 Timóteus 2:19-et szeretném nektek felolvasni, hogy ezt mondja. Mindazáltal megáll Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje ez. Ismeri az Úr a dövéi, álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Amen. Itt nincs meg, nem lehetsz hamisság. Nem lehet csodálatot. Ha nem érted, jó magam, mondd azt, hogy nem vagyok jó, imádkozzak a két temetés és ezért. De nem teheti vállalcot becsülkör, az keresztények vagyunk. Nem állalcos bárba járunk, hanem Isten tiszteletre. Egyet értetek ebbe? Amen. Valami nincs rendben, elmondott tisztessége, pukmáló segít is. Erő teljes imádsággal. Dicsőség az Úré. Halleluja. Halleluja. Már 16 oldalat adom. És felolvasom. Halleluja. Már 16, 16-os levél, 17-18. Már 16 a vége, Márknak a levele 16-ból áll, tudjuk. És az utolsó két ige verset olvasom fel, ami ezt mondja. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözlő. Szóval üdvösséghez kell a hitünk. Nagy kárpa van a hitetre, hiszem is, meg nem is, ha jól van, tudjuk, van Isten ott bent valahol. Jó, ilyen keresztények szűhallasz ilyet, nálam ki vegye a biztosítékot. Nálam ki. Szerintem az Úrnál is. De a hitről nem sokat tanítanak sajnos. Mert nagyon sok embernek nincs hitet. Figyelj! Megkeresztelkedik üdvödő, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Figyelj! Márk is írja. Nincs hitel egységet csicsodott ezekből a mennyei atyánál. Téves a tanítás, aki másképp tanítja. Nem számít, langyúhatsz, mindent csinálhat, pöldesz. Nem, figyelj, megjegyszolgozik. Aki hiszen és megkeresztelik, üdvözlő, aki hisz. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Te tudod ezt másképp értelmezni, hogy őszintén mond meg. Hitünkre van áttéve minden. Hitünk. Hit nemes harcát meg kell vívni mindnyájuknak. Azok, akik hisznek, ilyen jelek követnek az én nevemben. Örökök tűznek, új jelekkel szólnak, kinyókat vesznek bő, ha valami halálosat is isznak, meg nem állt nékik. Amen. Na nézd, a hitre van ez is bőtéve. Megizom a liter véget, és nem áll. Meg az nem iszom meg, ha megizom, akkor kell áll. Halleluja, mint voltam a tanyán. Leszettem a gombát, jól adtam belőle. Mondom a Kornéliának, vedd már le a gombás könyvet. Nézem, és akkor írja, hogy miért kell gombát. Azt tettem le. Hát mondom, minden jól bírom gombát. Uram, hát itt vagyok, hát te neked miért ismérek, ha kiveszed az igédet, írja. Mert miért kell se tízni, nem állt nekünk, mindjárt nulla hagyott oda. De ne te itt vagyok. Még csak hány ígérem se volt. Dicsőség az Úré. Na, ilyen az Úr. Hallod? Hitted rá hitre, hallod? Hát ilyen Istenünk van, hát nem hazudik. Mert ha kételkedsz, persze az ördögtű van. Tudod, hogy az ördögtől. Ha majd meglátjuk, ugye? Ha már te meglátod, nem fogod meglátni, mert a kétel jobb van. Értitek? Ennyire brutálisan, keménynek kell tenni. Ez nagyon sok vezetőnek nem tetszik. Már ott mondogatták neked. Ó, mert a hitnek üdvözlő se lett. Hát ő nekik sem volt. Nyilván már megműtötte magában, nem egyszer, sem kétszer. Na persze, hogy ő neki ezt vár, hogy ilyen beszéd, érted? De nincsen vele baj, akkor meg kell vallani, az kész, ha majd még utána még mindig lehet, az Úr nem dob el téged. Szeret. Érted? Csak ahhoz kell hit, hogy rajta kereszt elvégezz azt a brutális nagy munkát, amit ő már rég eltervezett. Mert nem, ő fog ide lenni, hanem ott van bennük, és ő szeretne minket vinni. Halleluja! Dicsőség az Úr. Jó az Úr. Figyeld, Jakab 2:5-öt felolvasom. Halleluja, Jakab 2-t. Így megülök föl, mondom, mikor magam alatt voltam, szükségem volt a hitről, olvashattam az igéket.
Mondom, ahol én kiküldöttem ezt. És most érkeztem el idáig, hogy erről tanítsak, és amit mondtam nektek, hogy ott apostoli, mikor ünnepeltük a hermedeik születésnapot, egyik meg is profétált. A Istentől van, amit forgat a szívemben. És ha mondom a kormánynak, mondom, ha el kéne kenteni ezt a tanítást. Mert így pöpögy, engem pöpögy, benneteket, nem, ha milyen jó, igaz? Ezzel beerősödik, mint csak a táj, figyelj ide. Hát ahogy nem mondom, már jó. Jakab levelére odalapodok. Halleluja, szembesülik én az igazságon, figyelj ide, igazság szabadtát tesz, ugye ezt mondja, igen, igazság szabadtát tesz. És ennek mindig az igény, figyelj, kettőt, Jakab kettőt, ott írja, olvasom, ezt írja. Halljátok meg szeretett atyám fiai, ahogy nem Isten választott neki a világ szegényét, hogy a gazdagok legyenek hitben, és örökösei legyenek annak az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Amen. Hát ezt is itt el kell venni. Hát Isten, hogy szeretett, gondold el, mikor a fiátod adta. Jó, mert úgy nem tud szeretni senki. Na, azért van az, hogy te az urnával, ha becsúrdolt, így törtölik az elégyedbe. Hát tényleg itt már közsébi napot szabtani. Ennek kell nekünk munkákon. De még ehhez is kell a hatalmas nagy hitünk, halleluja, mert anélkül semmi sincse. Lukács 12, oda megyek föl, olvasom meg, Lukács 12. Hú, dicsőség az Úr, pontot nyitottam ki. 20-21-es. Mondál pedig még Isten, bolond az éjjel elkérik a te lelkedet, te tőled, amiket pedig készítettél, kiéleznek. Így van dolga, aki kincset takar magának, és nem Istenben gazdag. Tehát nem a gazdagságban kell hinni, hanem Istenben. Neked minden nap a vedélyő falatot betolja. Igaz? Ezt szerintem meg is tapasztaljuk folyamatosan. És az Úr ezt ígérte, hogy betolja, ő meg bizony nem ember, hogy hazudjék. Zsidók 11-et odalapod a fölolvasom. Halleluja, dicsőség neked. Zsidó 11, halleluja, hanyadik Zsidó 11, 6-os igevers, olvasom, ezt mondja. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Hát tetszel neki, mondtad, hogy Isten fia vagyok, Isten is nem tetszel neki. Ha benne hiszünk, akkor láthatatlanba. Abba, aki belé költözött, mert behittük, elhisszük el, hát behittük. De a tiszta talentében nem lakozik. Hogy nem engedjük be az ellenségét. Azt mondja, hatos ige, folytatom tovább. Nem tetszik Isten, mert aki Isten elé járul, ugye, mész elé, ugye folyamatosan imádkozom, mit csinálunk, megyünk elé. Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalma azokat, akik ő szorgalmasan keresik. Amen. Tehát egy folyamat, hogy mindig egyre közelebb, egyre közelebb, egyre közelebb, ez egy folyamat. Egyre közelebb, folyamatosan. Ezt veszem le ebből az igényből. Oda megy a Máté 17-re, felolvasom, amit üzen nekünk Máté 17, halleluja, jó az Úr, Máté 17, 20-as igeves, ami azt mondja, hogy olvasom. Jézus pedig mondaná nékik a ti hitetlenségetek miatt, mert bizony mondom nektek, ha akkor a hitetek volna, mint a mustárma, azt mondanátok ennek a helyen, menj ide, amoda, elmenne. Semmi se volna lehetetlen nektek, amikor kellett jobb, igen. Semmi! Ha tudod, repülőn lesz a jövő éppen. Uram, fél éve még előtte. Ennek ott kéne lenni. Isten pillanat. És figyelj, mind a hitetlenség, csak az az ellenség, még rá tudod tűnni, ezt kell megtalálni. Folyamatosan megvallani, nem szégyenni. Fölodott az Úr, puh, már rögtön ki magadból. Papp, jön a Szent Szellem. Megint följön valami, megint kilököd. És a gondolatra is vigyázz. Mert az Úr meg kell újulni az elménynek is. Nekünk a gondolatunk már csak Úr Jézus körül poroghat. Nem kell magad körül pörögni. Uram, ez az örömségben! Hóvékóra, kilöpted magadból, figyelj! Hitted van neked minden! Nem az Úr adja magad, anyád sem, hanem a hitetlenséget, ki
Hát Isten megadta az egész országa miénk. Az egész föld, mi kaptuk Isten gyermekei. Na de figyeljetek! Ahhoz, hogy Isten gyermeké legyünk, arra is itt kell. Már nem tudom, melyik igékbe mondani, szóba fog kerülni. Nagyon fontos. Isten gyereke, a csecsemő korpukőkön nem Isten gyereké. És úgy lett Isten gyermeké, Jézus is, hogy legyőzte az ellenséget, és akkor mondta az Úr. Na ez a rész elevetes, fiam, őt hallgassátok. Ismertek az igét. Isten figyelet. Hitemes arcát megnyitott, Pál apostol. Péterék is mindegyik, meg elszaladt, meg mindent csináltak, de megvitták végül is. És nekünk is meg kell védni. Figyelj, mindig először eszedbe. Még többet akarsz? Na még többet dobják ki magadból, hogy a hit erősödjön. El a kulcs, higgyétek el. Én is ebben munkálkodok. Minden életlenség takarodjon ki. János 14, oda megyek. Halleluja, ez kell nekünk. János 14, ilyen hit. Mostan magja, nem kell sikrálom se több. Az pont elég lesz nekünk, igaz? Amen. Jó, de jó. De 14-12-t beolvasom. Amiért mondja, bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azt is cselekszi majd azokat, ugyanaz, mint Jézus, figyelj csak. Három egy napos úrnak fogsz föltámasztani. De le van írva. Halleluja! Amelyeket én cselekedtem, nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámat megyek. Nagyobbakat fogunk cselekedni, mint Úr Jézus Krisztus. Amen. Amen! És mi ezt akarjuk? És itt elveszünk. Mert ő mondja, és nem adodik. Ember adodik, de Isten nem. Amen. És ez kell nekünk, kedveik, nagyobbakat a hegyugorjon a tengerbe. Tudod mi a hegy? Az a probléma, aki akiben van, imádkozol és takarod ki belőle. Abba. Kész, nincs mese. Abba hely. Kinek mi a hely? Érted? És ez megoldódik. Ne az Úr hogyan vagyunk a drágaidőt, hanem hittel hatalommal. Puh, kész, megvan. Hittel hatalommal. Mert a hatalmat is úgy lesz nagyobb, minél nagyobb a hite. Amen. És júj, nem akarok. Jönnek fel az igék bennem. Ami azt írja, a hit együtt növekedik szeretette. És a szeretet is egyre törhöz benned. Ha nincs itt, ott nincs szeretet sem. Figyelmó. Az a testi. Tudjátok mi a testi szeretet? Valaki oda jön, hogy valami rosszat mond rá, nem ugye besértődti rá. Kérdez a testi. Ennyi. Ismerős mindjárt, ugye? Nem új dolgot mondok. Na, ez a testi szeretet. De mikor te hittel betörtekezel, a jön az agapé szeretet, elégytele, az lebeleg rólnak, azt mondja, hát még engemet csapul, ja Istenem, imádkozok érte, elevesszem. Hát komolyan mondom, halleluja. Volt nekünk ilyen, ma mind mondtuk, és akkor de mondom, imádkozok, nem volnák a helyében neki. Aki tudott, szeret beled, hanukságot talál ki az emberekre. És van ilyen sajnos, bátor ez az ember, ez tiszta testi, ott meg nincs a Szent Szellem a közelében. Halleluja, dicsőség! 2 Korintus 13-5 odalapod. 2 Korintus 13-5. Jó az Úr! Hő, de jó ezek az igék engem. Nagyon fő tudnak. 13-5. Olvasom. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e? Csú, ezt kell nekünk. Vizsgáld meg magad, tényleg van-e milyen aink. Magatokat próbáljátok meg! Ahogy nem ismeritek-e magatokat? Hogy Jézus Krisztus bennetek van! Halleluja! Kivéve, ha méltatlanok vagytok, figyelj csak! Jó, ez az ige? Testvérem! Ha méltatlan vagy, nincs ott benne! Ha hiszem, hogy meg nem is! Ha egy úr mondta, jó volna, puh, kész, ott törlás! És nyugodtan megmondhatod neki, ki jöjjön a hitetlenség. Mennyi haza, gyere vissza, hogyha hiszed! Ez nem vicc! Jézus is ezt csinálta! Fölöslegesen nem imádkozott, tupírozta magát ott egy óráig, ott akkor hitetlen volt neki. Mit mondott? Megmondta szemeiben a hitetlenségük véget. Így csodákat nem tett, aki kérte, jól jutott. Amen! Hát aki képes eljönni már, ott már valami kis hit van, mert legalább annyit megtök maga jöjjön. És tényleg, hogy ugye imádkozza. Igaz? Ott egy alaphalmon kis hit már van. És ez turbózik. Halleluja, dicsőség az Úr, látod, ezek az igény annyira rávilágítanak, hogy hol a baj. Te héten múlik itt minden, higgyétek el. Menjünk tovább. Róma 12, halleluja, dicsőség az Úr, olvasom. Hármas ige.
mert nékem adott a kegyelem által, mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki se tartsa tömre magát, mint kell, hanem jódonul gondolkodjon, amit Isten adta, kinek, az itt mértéké. Isten adta, és jódonul kell gondolkodni. Ő nem kivételedett, neked csak egy sikrányi, neked két sikrányi, annak meg mustármagnyi. Nincs ilyen. Hanem kinek mi van még benne az edényben, az tudja jól lenyomni a hitet, és a hit által semmi nem működik, látjátok. Én minden igen rávilágít erre. Ki mit beszél, ne törődte, ha mit ír az igen? Szentírás itt van, nem jól. Nem én mondom. Halleluja, dicsőség az Úr, de itt van mindenki kitakarodik az életünkből. Csak az Úr maradott. Halleluja! Ide jó. Evénus egy tínegy volt. Jó, halleluja, Efézus 1.18. Minden ott vagyok, dicsőség az Úr. Efézus 1.18. Attól maradtam, halleluja, halleluja. Olvasom. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége. Mi az ő öröksége, dicsőségének gazdasága a szentek között. Mindent adott nekünk az Úr már. Mi veszük el? Ne könyörögjetek már. Nem kell itt könyörögni. Itt hittel telepeden az örököktől, mert abba fog meg téged. Érted? Itt nincs már könyörgésnek, se ideje, se helye. Efézus 4.23. Olvasom. Halleluja. Azt mondja, megújuljon pedig a ti elméteknek szelleme szerint. Szent szellemet megengedted, az elmének utána kiújulni. Mert tudjátok, hol van a baj? A két fülkölön. Ott a baj. Két fülkölön, tudod. Motoszka, és így tudod. Nem úgy, ez azt mondta, nem hiszek neki. Ebben így kell hinni Jézus baszkét. Ha nem hallott, le van így, meg kell csinálni, az biztos, hogy jó lesz. Azt mondja, a négyes hely, hallottam egy pillanat. Igen, 23-24, amit felolvasom. És fölöltözzétek annak az új ember, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Amen. Azt mondja, valóságos szentségben. Ha valóságos szentségben leszünk, arra megyünk, és csak mellettünk már tényleg rajtnak olyan kerem lesz. Ez hittem. És ilyenek kell, hogy legyünk. Az Úr ezt várja, tudjátok? És kint várja a nagyvilág is. Nem kell neked ott nagyon tolni az evangéliumot. Végigmész, és úgy járnak, mint a Pál apostolénál. Pum, tényleg rajtok, mert csak elment mellette. És ehhez nekünk a hitnemes arcát mindjárt meg kell. Meg kell védni, ez kikerülhetetlen egyikünknek sem. Galata levél 3.26-at felolvasom, ami ezt mondja, mert mindjárt Isten fiai vagytok, Krisztus Jézusban figyel való, hidáltal! Halleluja! Hát csak úgy nem vagy Isten fia. A hit által leszed az ő fia, de akkor nagyobb csodákat fogsz tenni. Elé kell nekünk erősíteni. Én ezt akarom. Ti ezt legyétek, ne hallgassatok ilyen sallatán tanításokra. A hited által Isten Jézus is azt mondta, mikor bemerítkedett, hit neves adszak meg. Ellépia! Pál apostol is, na ezek az én apostolai. Ugyanaz az erővel rendelkeztek. Hát nekünk is ugyanabban kell. És ez mind a hitre van, látjátok, a hitre van föltéve. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Efézus 1.5, felolvasom. Mit mond Efézus 1.5, dicsőség az Úr, halleluja. Jó az Úr. Efézus 1.5, halleluja, halleluja. Olvasom. Erre arra rendelte minket, hogy maga a fiával fogad Jézus Krisztus által vigyett. Az ő akaratának jó kedve szerint. Eleve erre vagyok kerendelve, azt képzeld már. Így várja
még lelki magadból a hitetlenséget, és már két eleve el vagyunk rendetve. Na, ott pönt ma rég eldöntötték. Jó? Nagyon jó az ígéret. Nekünk csak a hitet kell. Ilyen cseri már. A mi beadunk a hitünket fölgerjeszteni, hogy a Biblia sír, hogy gerjesszétek fel a szellem elejét. Te gerjeszted föl. Tudod, van a dinamo a bicikli, ott első kerék, vagy a hátsó szokott lenni. Az, hogy a dinamo generátort áramot termelje, az kellek én, aki bekerjük. Halleluja, gyerünk dicsőség az Úr királyságába, és bekerjük. Az Úr dolgait, és a generátor szépen turkolódik be felé. Amen. Wow, dicsőség. Hú, egyáltalán most levelél az alapodók, nagyon jó. Hú, egy János 3:1, olvasom. Ami ezt mondja. Lássátok, milyen nagy szeretet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak nevez bennünket. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Elején nem ismer a világ, mert még nem ismerték meg Istent. És ahogy megismerjük mi is, és látjátok, hogy a hitre van rátéve, itt minden, egyre közelebb kerülünk, szeretett tartályok betöltek egyre, mert ez kéz a kézben fog járni. Kéz a kézben. Hát így külön nincs, hogy na most hitre, aztán majd a szeretet is. Ez kéz a kézben jár, ezt igen, írja le, de most nem keresem, mert fogunk abban az ígére még találkozni, ami ezt leigazolja, hogy ez a kézben, kézben jön. Majd magad látni, hogy milyen hitre van neki, annyi lesz a szeretet, és fogod látni, mennyi a szeretete, annyi az ő hite is. És ez nem a műhit, tudod, a Filemon testi, hanem az agapé. És ez így van, figyelj, ez kell, hogy legyen belőlük római levél, oda fogok, hamarosan befejezem, nagyon türelmesek vagytok, most már tényleg nincsen két, igen, három maxi, és tényleg befejezem. Hú, de jó, nekem nagyon jó, hogy ebben az igény, rendesen bőpegültem. Fejezet 19-es igeversét olvasom. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiának megjelenését. Igaz? Sőt, még kereszténységen belül is szükség van hitre, tűzre, szeretetre. És az Úr ezt akarja először. És kimegyünk, ott már csak végig sétálunk, az úton azt érnek meg. Figyeljetek, ez igaz. Júdás levelét szeretném felolvasni nektek. Júdás neve, nem tudom, szoktátok-e egyszer-egyszer, hogy elolvasgatom, olyan jó volt, és ott van a legvégén a Bibliában, de nagyon jó. Hallodom, hát túl is tapasztal a Bibliában. Elnapodok. Igen, Júdás apostol, már is mondom, azt mondja, hogy a hármas igeverstől kezdem, ami azt mondja, igen, háromtől ötig, figyelj, szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel adom vagyok, hogy írjak néktek. A közös üdvösség felől. Kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek. Meginti. Az a keresztény, akit meginti, most minden előjáró, vagy akár egy testvér szeretette, nem rátolni, szeretette. Ez teljesen normális, mert meg kénytelen voltam, hogy megintsenek. Milyen? Látod ezt a bölcsfogalmazást? Intőleg írjak néktek. Hogy tusakodjatok a hitét, amely egyszer a szenteknek adatott. Amen. Tehát így tusakodik ő. Ez nem így van, jól van ott van. Hát akkor mi mit teszünk meg, ha minden ott van? Igaz? Hát mi nekünk csak ennyit kell megtenni. Csak ennyit, figyelitek? Csak a hitet kell. Ezért tusakodik ő. Tusakodni. Na az urat kért, oda mentek a tanítványok is, biztos ismeritek az igényt. Kérték, uram, majd nekünk több hitet. Hát az Úr ma odatta, nem kell ide több, ma adta mustár magi, csak rajta jön az ellenség. A kétei meg ki tudja még, mi van ott negyomban, a tapcsolyunkban, hogy főszabaduljon ez a hit. Juhú, a legjobb, dusakodni kell, figyelj! Mert belopózkodtak valami emberek, akik régen előre beirattattak ezen ítéletre. Istentelen. Tudod, milyen sok van ilyen a kereszténységben keverő? Istentelen. Tudod, ki az Istentelen? Aki figyel, sport a tűz a bűnből. Egy János 3-nyok azt írja, aki az ördögök csodája, az ördög tű van. Na, ne mondjam már, hogy Istenem, benne vagyok. Nézd meg a cselekedet.
pofalencselő, ugye? Cselekedetek. Azt mondja, igen, aki szétszakítsa a gyülekezetet, az örökök munkása. Milyen egyszerű, csak így néz meg. Nem költ neked ilyen nagy bölcsnek lenni. Itt az igen, elég bölcs hozzáképez az így, az úr írta le. Neked a mérce mindig a Biblia legyen, nem a különböző könyvekbővet, ami jó, tanul a könyveket. Én is sokat olvastam, de mindent az ott sem fogadj el. Az a szűrő mindig itt legyen, mert itt egy-két nép bőmerül, minden nem jelöl, mert nem valám ott is hibat. Most nem mondom direkt a kamerában. Minden nem jelöl. Akármilyen nagy neve van neki. Mert minél nagyobb a neve, az ördög annál jobban elgáncsolja. Mert neki nem ilyen kis halak kellenek, a nagy halak. Tudjátok, nagyon jó. Figyelj, Isten teremek, akik a mi Istenünknek kegyelmét, figyelj, bujálkodásra fordítják, és egyedüli Urat az Isten, és a mi Urunkat, Jézus Krisztus megtagadják. Mert ebben megtagadja. És most nem mondok megint egyesületet, ti vagy gyülekezet, hogy mi az, minek mondják magukat, nem mondom direkt. Akik a Jézus csak proféta volt, meg az volt, ismertek ilyet. Igaz? Ezeknek semmi közük az Úrhoz, figyelj! Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer mindezt már tudtátok. Figyelj, már egyszer jó úton elhaladtak ezek is. Mégis az önökbe csaptak el, figyelj! Tudtátok. Hogy az Úr, amikor a népet Egyiptom földjéről kiszabadította, viszont azokat, akik nem hittek, elvesztette őket. Ámen, mondja ő. Szabad akaratú, persze engem utánozzat, figyelj, kell a hit, látjátok, hogy mennyire fontos a mi életünkben a hit, figyelj, az üdvösségünk is jelen múlik. Meg minden, ami csodák, a jelek, a gyógyítások, a gazdagság, a minden testvére, minden lehetséges néken, nagyon csodákat teszel, mint Úr Jézus. Na, azért nem semmi, amit kaptunk. Azért nem semmi, hallom. Hú, már ezért ülni kell, halleluja. Na még egy igényben bezárom, János evangélium a 8. fejezet, mindjárt oda ugrunk, halleluja, ott vagyunk. 32-es ige versről kezdem olvasni, ami ezt mondja. És megismeritek az igazságot? Az igazság szabaddá tesz titeket. Na ez az igazság. Az igazság itt van leírva, a Szentírás itt van a Bibliában, nem a nem tudom milyen nagy híresek a szájában. Ha a törzs innét veszi és megegyedik abban, akkor az Úr áldása rajta, és az meg is nyilvánul, hit formájában is. Felelejt néki Ábrahám, magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká tesztek? Felelejt néki Jézus, bizony, mondom néktek. Ezt tudod, mikor bizony mondta Jézus, azért ott a főkerjesztette a dinamót. Bizony, ez egy nyomatékos szó. Oda tette azért. Az első igazi szellemi harcos Jézusok. És mikor agresszívnak körülben, sátán ellen az is ott. De a szeretet is ott volt. És ez a kettő ott van. Agresszív jön, az ördögje ott, ha nem kényeskedik az ördögje. Ahogy a Pál apostol is mondta, mi nem a levegőbe öklözünk, ha mérünk olyan csapással, hogy egy bűnben lódunk. Halleluja, amen, dicsőség, így pusztítjuk az ellenséget, ahol csak tudjuk. Azt mondja, feleli néki Jézus. Bizony, mondom néktek, hogy mindaz, aki bűncselekszik, szolgálja a bűnben. Egy csipidő beszélni. Ha te még bűnbe belesre szolgálod őt, kétszer jó a helyre teszed, az ki kell jönni belőle, na ne bűnj a hitet is mindjárt ugrik át. Ez azért nagyon fontos, hogy tegyünk tisztába az írásokkal, mert az Úr Jézus nem törő ki semmit sem, csak új szövetséget hozott nekünk, ez a mi dicsőségünk, meg hogy kegyelem van. Elkövetjük a bűnnel, mindig kegyelem van. Ha nem volna, akkor egyikünk se szív már levegőt. Igaz? Szerintem. Egyikünk. Én biztos. Lehet, hogy ti nem voltok ilyen, nem voltatok ilyen elvetelültek, minél nem voltam. Azt mondja, a szolga pedig nem marad mindörökké a hátban. Figyelj! A fiú maradott mindörökre. Tudod ki a szolga? Aki az ördögöt szolgálja. Különböző megbotlásai van. Na, a szolga. A nem fiú. Pedig ő is megkapta, de nem fiú. Ha most neked is két-három fiad volna,
Az egyik egy utolsó gazember minden tett, idén elszórja a lóvét, tudod, csalog minden lóvé semmi. A másik meg látott tisztességgel halad, és akkor a négy talentum mondja, ott csinál. Amikor elosztanál a vagyon, még te is mondtad róla, mert ennek a gazembernek a gyakor, de nem sokat, de úgyis egy nap alatt elszórja, ennek adom a többit, hadd emelkedjen. Te is így csinálod. És ez a normális. És figyelj, azok nem fiak. Figyeljetek el az igényt. Azok nem fiak, mert itt sokan meg vannak itt tárva. Befogadtuk a Dunat fiakban? Nem. Először csecsemők, aztán hitnemes harcát megvittük, fiak vagyunk. Fiak. Te akkor figyelj ide, a hegy ugrik. Ha-ha, mindig ez is a vezetben. Hegy akkor ugrik, álmod ez a vadra. Pál apostol mit mondott a kérdelemen? Na most megvakulsz, mert hazudtál. Jó, kemény. Kérdez ezt a Pál apostol. És ezért nem olvasod, hogy Isten megpenyítette, de Pál, ott beszéltél? Hát ez ebben kell csinálni, amit akar. Azt is megtanulta, aki megvakult, ne pedig. Igaz? De mi nem mondunk a lényeket. De az Úr azt mondja, hogy mondd ki, na akkor mondd ki, de nagyon vizsgált. Mert ilyen hatalom lesz a nyelvünk alatt. Így is van, hülyeséget beszélünk, a visszavág ránk, érted? Ha nagyon vissza kivitted úgy alatt, de kérdez, amikor még nagyobb hited lesz, az is, a hülyeség is, de akkor nem fogsz beszélni butuska dolgokat, csak annak. Igen, biblikus, stb. Kény. Dicsőség az Úrnak. De már dolgok fognak történni. Mindjárt körül. Ez csak ugye most ránk van bízom. Nem a Úr most meg bennünket, nekünk a itt nemes harcát megvédni. Jézus már elégezve helyettünk. Hogy nem kell nekünk elég könyörögni. Azért, hogy legyen kitartásunk, stb. Persze, könyörgőim van, de az előtt már megkaptunk, de nem könyörgünk, ezt már megkaptunk. Írja az igen. Figyelj a 36-os igenes, azt írja, azért a fiú megszabadít titeket, valóság az adott. Amen. Halleluja. Na ugye, örülök, hogy ilyen türelmesek voltatok. Én nagyon főfejültem esküszöm, nem tudom ti, hogy lássátok. Ez nagyon jó volt, egy imába bezárom. Halleluja, dicsőség az Úré. Drága mennyei atyám, hálásak vagyunk, Uram. Köszönöm neked, atyám, hogy elém hozta ezeket az igéket, Uram. Nagyon főpuzdít bennünket, Uram. Tudjuk, hogy a biciklin a dinamóban, azt a vitekerjük és gerjed, Uram. Hálásak vagyunk, atyám, hogy te erre azt nekünk indítatást, Uram. És lendületet aztán, Uram, mi meg megyünk, atyám, mert tudjuk, hogy te mész előttünk, te leveled, Uram, Istenem, a lakatot, az éjszajtókat, Uram, és a te angyalaid mennek előttük, ők elvégednek minden munkát, Uram. Mert mi hittel kimondjuk, Uram Istenem, és mozgósítjuk a mennyben lévő angyalokat is, Uram. Hálásak vagyunk, atyám, hogy a hitnek köze van ahhoz, hogy Isten fiai legyünk, Uram. Kérlek, atyám, te vizsgáld meg a mi szívünket, Uram, és akár álomban, látomásban, vagy igény keresztül, Uram, vagy proféciák keresztül, Uram, hozd föl, hogy mik adott az akadályok, Uram, hogy ez a mustár nagy hit ott legyen a mi életünkben, Uram, és helyeket mozdítsunk meg, Uram Istenem, a te dicsőségedre. Köszönjük neked, atyám. Amen.